Üdvözöllek, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban a Facebook, illetve Google részvényekről fogok beszélni. Arról, hogy mi az oka annak, hogy ezek a részvények véleményem szerint az elkövetkező években továbbra is felülteljesítők lesznek, annak ellenére, hogy az elmúlt években írtózatosan sokat emelkedtek. Ha többet szeretnél tudni a Facebookról és a Google-ről, illetve kíváncsi vagy arra, hogy milyen módon tudsz pénzt csinálni ezekkel a részvényekkel, akkor tartsál velem! Köszöntelek újra! Amiben tetszik a videó, és úgy érzed, hogy az elhangzottak segítségedre vannak, akkor kérlek kövess a csatornámat, és nyomd meg a harangocskát is, hogy az újabb videókról automatikusan tájékoztatást kapjál. Az olyan típusú kijelentések, hogy a Facebook, illetve a Google a jövő, és ezek a társaságok megváltoztatják az életünket, valljuk meg őszintén, 10 évvel ezelőtt se számítottak durva kijelentésnek. 2018-ban ezek már elég közhelyesen hangzanak. Amiről én fogok beszélni az az, hogy még a következő 10 évre is bőven van kraft ezekbe a cégekbe, így az esetleges korrekciót szerintem érdemes vásárlásra felhasználni. Nézzük, hogy miért. Mint a Facebook, illetve a Google alapvetően a hirdetésekből él, ebből kifolyólag mindkét cég számára meghatározó, hogy mekkora a globális reklámtorta, amely különben 2017-ben 457 milliárd dollár volt. Ez írtózatosan sok pénz, amennyiben minden sörre költöd és megiszod, de mondjuk, hogyha összevetjük az amerikai hadipari kiadásokkal, akkor annak ez mindösszesen csak a fele. 2017 volt különben az első év, amikor a digitális média végre lenyomta a tévét, vagyis az internet legyőzte a televízió társaságokat. A globális digitális média költés 2017-ben 209 milliárd dollár volt. Ugyanebben az évben a Facebook éves árbevétele 40,6 milliárd dollár volt, még a Google-i 110 milliárd dollár. Ez a két cég tehát a teljes globális digitális marketing költségeknek a háromnegyedét lenyúlta. A maradék koncon osztoznak a hagyományos portálok, mint a Portfolio, Index vagy Origo meg a társaik. A Magna nevű elemző cég különben a digitális marketing költések további drasztikus emelkedését várja, 2020-ra azt várják, hogy 300 milliárdot is elér ez a költés, vagyis a Facebook, illetve Google árbevétel ezek alapján további 50%-kal fog gyarapodni, kizárólag ezen tényező alapján. A piaci szereplők persze nem hülyék, ők is látják ezeket az információkat is ismerik, és be is árazzák. Az éppen aktuális árfolyam az nem csak a jelennel kapcsolatos ismereteinket, hanem a jövővel kapcsolatos ismereteinket és várakozásainkat is beárazza. Igen ám, de ennek ellenére lehetséges, hogy találunk még olyan tényezőket, amelyek kicsit meglephetik a piaci szereplőket, és tovább nyomják az árfolyamot fölfelé. Ez a tényező pedig alapvetően a demográfiában keresendő. Itt vannak például a századforduló környékén születettek, az úgynevezett Y-generáció, akik 1980 és 2000 között látták meg a napvilágot. Az USA-ban jelenleg ez a legnagyobb generáció, 92 millióan vannak. A sokat emlegetett baby boomerek a II. Világháború után születettek, mindösszesen 77 millióan vannak. Igen ám, de az elkövetkező években azt várják, hogy az Y-generáció költése az 15%-kal fog emelkedni. Ezzel szemben a most már lassan nyugdíjaskorú baby boomerek pedig 10%-kal kevesebbet fognak költeni. Tehát a cégek számára elképesztően fontos, hogy a 20-30 éves korosztályt elérjék. Ez az a korosztály különben, aki nem ivott márkát, nem tudják mi az a pálma gumimatrac, és azt sem értik, hogy a nagy októberi szocialista forradalmat miért kellett november 7-én ünnepelni. Ők azok azonban, akiknek az USA-ban 80%-ban okostelefon van a kezükben, 75%-ban ott lógnak az Instagramon és a Facebookon, illetve az Y-generációnak az idősebb korosztálya is, a 80-as években születettek, legkésőbb a középiskolában már találkoztak számítógéppel, és aktívan használják azt. Azonban ők azok, akik nem néznek tévét, nem olvasnak nyomtatott újságokat, és nyomtatott heti lapokat. Fiatalabb nézőim kedvéért mutatok egy heti lapot. Így néz ki van nyomtatva, lehet lapozgatni, képek vannak benne, ez a figyelő, több mint 50 éves heti lap, alapvetően gazdasági témában írogatnak, és a heti olvasottsága az 2000 példány. Hát nem akarok felvágni, de az én gyerekcipőben járó YouTube csatornámon vannak olyan videók, amelynek 3000 a nézettsége, tehát én egyedül kentelbe verek egy 50 éves újságot, amelyet egy egész gárda írogat. Gazdasági napilap így néz ki, ez a világgazdaság. Hát igen, az, hogy így tőzsdei pénzügyi témában van-e értelme nyomtatott sajtónak, alapvetően nincsen. Hát mire leírták azt a cikket, addigra már 6-szor beépült az árfolyamba, mire valaki az újságosnál megveszi, az már rég történelem. Tudom, hogy szól a rádió, de az Y-generáció ezt se hallgatja, hanem alapvetően a Spotify-i, illetve az Apple Music-i a főszerep.
Ami a viselkedéseinket, szokásainkat illeti, erős hajlam munká bennünk, hogy a saját világunkat kivetítsük a többiekre, és azt gondoljuk, hogy ez az etalon, mindenki hasonlóképpen jár el, de hidd el, azért, mert ha nézed a Szulejmánt, a Barátok között meg a Híradót, nem mindenki tesz így, sőt, statisztikák azt mutatják, hogy egyre kevesebben. Hogyan tudják a cégek tehát megszólítani az Y generációt, az 1980 és 2000 között születetteket? Hát oda kell menni, ahol ők lógnak, ez pedig nem más, mint az internet. Facebook, Instagram, YouTube. Alapvetően tehát a változó médiafogyasztási szokások forradalmasítják az egész médiát, és iparágakat küldenek a temetőbe, míg másokat felemelnek a mennyekbe, és én azt gondolom, hogy a Facebook és a Google továbbra is a szárnyalók között lesz. Egy Anett és Ancsa YouTube csatorna például sokkal több irányt ér el, mint az összes tévéműsor, vagy rádióműsor, illetve újságcikk, amely nekik szól összesen együttvéve. Felmérések szerint a digitális média szárnyalásával párhuzamosan az elkövetkező néhány évben a tévéhirdetések stagnálni fognak, de aztán véhetően elindul lefelé. Ne felejtsd el, hogy ahogy jönnek a következő generációk, véhetően ők se a tévét, rádiót, nyomtatott sajtót fogják favorizálni. Az én gyerekeim például, a legidősebb 10 éves, alapvetően nem tévét szeretnek nézni, hanem YouTube-ozni akarnak állandóan. Nem azt mondom, hogy a tévé, rádió, nyomtatott sajtó egyből el fog tűnni, bár a nyomtatott sajtóról azt gondolom, hogy igen, hamarosan, de alapvetően a súlyuk az elkövetkező években sokkal, de sokkal kisebb lesz. Jelenkorban például folyamatosan zsugorodó mozi, tévé, YouTube, Netflix, mindenféle letöltési lehetőségek, Anchor, ezek mind egymás mellett szépen megférnek, és mindegyik más média élményt nyújt. Azonban a súlyuk az fokozatosan változik, és tolódik az internet felé itt is. A kereskedelmi tévék, rádió, nyomtatott sajtóházatáján is hasonló jelenséget fog megfigyelni, alapvetően ezek is zsugorodni fognak az elkövetkező években. És mindez még pótlólagos extra árbevételt fog okozni a Facebooknak, illetve a YouTube-nak. 2017-ben a globális tévé reklámköltések 178 milliárd dollárt tettek ki. Ez külön a teljes reklámköltség 35%-a volt. A rádióköltés 50 milliárd dollár volt, a nyomtatott sajtóra pedig 23 milliárd dollár költöttek a hirdetők. Ezen pénzösszegek nagy része, mint már említettem, a Facebookhoz, YouTubehoz fog vándorolni az elkövetkező években véleményem szerint. A jövő szempontjából érdemes megnézni, hogy milyen alkalmazásokat használnak az emberek azon az eszközön, amelyekkel napjainkban a legtöbbet internetezünk. Ez pedig nem más, mint az okostelefon. Amennyiben az androidos applikációkat nézzük, akkor Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp és Instagram a sorrend. A statisztika egy kicsit megtévesztő, ugyanis a Google applikációk nincsenek benne, lévén azok alapból fel vannak töltve a legtöbb androidos telefonra. Mindezek ellenére azonban a Facebook számára ez a lista több mint hízelgő, és a jövő szempontjából rendkívül pozitív. Az iPhone-ok esetében az éppen aktuális lista a következőképpen néz ki. Az első a TikTok nevű alkalmazás, amely a kínai YouTube-nak felel meg. Ezt követi a YouTube, majd pedig jön a Facebookhoz tartozó alkalmazások sora, a WhatsApp, a Messenger, az Instagram és a Facebook. Majd megint jönnek a kínaiak, végül pedig a Google Maps. Az első 6 alkalmazásból tehát 5 a YouTube-hoz, illetve a Facebookhoz tartozik. Mindez természetesen ismét csak pozitív a Google, illetve a Facebook számára. A lényeg, hogy a fiatalabb generáció médiafogyasztási szokása gyökeresen megváltozott, és ez kinyírja a hagyományos médiumokat, tévét, rádiót, nyomtatott sajtót. Az ezekhez becsatornázott hirdetési pénzek nagy része a jövőben vélhetően a Facebooknál, illetve a Google-nél fog kikötni. Warren Buffett mondta, hogy amikor nagy változások jönnek, az pontosan meghatározni, hogy melyik cég lesz ennek a nyertése, írtózatosan nehéz. Sokkal könnyebb meghatározni a veszteseket. Gondoljunk csak az 1900-as évek elejére, amikor az autóipari forradalom elindult. Több mint 65 autógyártó volt az USA-ban. Adott pillanatban eldönteni, hogy melyik lesz, vagy melyek lesznek ezek közül a nyertesek, borzasztó nehéz volt. De az, hogy ki lesz a vesztes, azt mindenki tudta. A vesztes pedig nem más, mint a lovak voltak. Most azonban már a forradalom közepén járunk, így azt is meg lehet csatszolni, kik lesznek a nyertesek. Az én véleményem szerint jelen pillanatban ez a Facebook, illetve a Google. És az is pontosan látszik, hogy kik a vesztesek, hát ide tartozik például a hagyományos kereskedelmi televíziót működtető társaságok. A
A hosszú távú árfolyamozgásokat nézve a Facebook grafikonján, szerintem már most is vételi zónába esett a részvény. A nagy árfolyamzuhanás ok alapvetően az volt, hogy a menedzsment jelezte, hogy az árbevétel növekedés üteme hosszú távon nem tartható fenn, és lassulás várható. Az elmúlt években 40%-os árbevétel növekedést ért el a Facebook, alapvetően, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, azt szerintem különösen meglepetés nem okoz. Ha szárnyaló részvénypiacokon jön egy combosabb korrekció, akkor a 150 dolláros szint környéke, különben véleményem szerint kiváló beszállót adhat még a Facebookon a mostani árszint mellett. A Google hosszú távú hetes grafikonját nézegetve, én az 1000 dolláros szint környékére tettem magamnak a vételi zónát, ez ugye egy mélyponthoz kapcsolódó támasz. Mind a Google-ről, illetve Facebookról elmondható, hogy nagyon jelentős készpénzállományon csücsülnek, a Google-ben több mint 100 milliárd dollár készpénz van, a Facebookban több mint 44 milliárd dollár. Ezen kívül mindkét cégnek dinamikusan növekszik az árbevétele és a profitja. Az én véleményem szerint az elkövetkező években, hasonlóan az Apple-höz, mindkét társaság osztalékrészvényé válik, ugyanis elkezdenek majd osztalékot fizetni, ez pedig tovább növeli a zsázsiójukat. Összességében elmondható, hogy az előbbiek miatt én hosszú távon bízok mind a Facebookba, mind a Google-be, és alapvetően vételi pozíciót keresünk bennük. Egyrészt a hosszú távú trend emelkedő, másrészt pedig kiváló fundamentummal bír mind a két társaság, úgyhogy ha esetleg korrigál az árfolyam, akkor szerintem a vételi oldalon keresgéld a helyedet. Köszönöm szépen a figyelmedet! Amiben a videó segítségedre volt, akkor ne felejtsd el követni a csatornámat. Illetve írd meg a komment rovatba, hogy neked mi a véleményed a megváltozó médiafogyasztási szokásainkról. Te még olvasol nyomtatott újságot? Nézel tévét? Vagy alapvetően te is az internet felorientálod? Írd meg véleményedet! Köszönöm szépen a figyelmedet!